A kétéltű gépet 2 évvel ezelőtt vásárolták a ludasító karbantartására. A két természetvédelmi terület együttműködésének eredményeképpen már többször bevetették az Obedi láb területén is, azonban ezúttal a gyártó egy olyan kapcsolható eszközt mutatott be, mellyel a láb fásszárú növényeit is el lehet távolítani. Multifunkcionális gép, ami több kapcsolható, csatolható alkatrész van hozzá, a nádvágástól kezdve az iszap szivattyúzásig mindent el tud végezni, és még egy nagy előnye van az, hogy a vízen és a szárazföldön egyaránt tud jól közlekedni, és akár ahogy láttuk a nádason keresztül is, meg a bokrokon keresztül is megy. Az, hogy az első évben, hogyha nyílt vizet akarunk egy benádasodott területen, akkor nyilván az első évben a lekaszálás után akkor megint burjánzik a nádas, de 2-3-szor, hogyha vissza van vágva, utána már aztán 3-4 évig abszolút rá se kell menni a területre, és megmarad egy egész jó gyékenyes, nyíltvizes terület alakul ki. Ennek tulajdonképpen a gépnek nem az a célja, hogy gazdasági nádvágást végezzen, vagy gazdasági munkákat, hanem ebben a természetvédelmi kezelési munkákat végzi el, ami más módon létezhetetlen, vagy nagyon nehéz, vagy pénzigényes. A géppel végzett természetvédelmi kezelés folytán visszatérnek a mocsaras élőhelyre az őshonos madarak, sőt az őshonos emlősök visszatelepítése is eredményes lehet.